Sziasztok! Isten hozott mindenkit Balázs világában, szombat van, videós nap, és ma leforgatjuk a Ti küldtétek alkatrészek második epizódját. Továbbá el fogom mondani, hogy bár voltam kint a piacon, Zsarnai piac, nagyon sokan kérdezitek, nem győzök válaszolni rá, Miskolc, Zsarnai piac, de nézzétek meg a fontos dolgok videót is előtte, mert nem minden arany, ami fénylik, és érdemes fenntartásokkal kezelni a dolgokat. Nem kicsit, nagyon. El fogom mondani, hogy ott is mire tettem szert, de már igazából csak azért mentem ki, hogy a cimborával így az életérzést egy kicsit magunkba szívjuk. Semmi extra, egy pár apróságot hazahoztam, ezekről is lesz szó, viszont nem valószínű, hogy ki fogok járni a továbbiakban, hiszen jön a tél, és annyi felajánlást küldtök számomra, hogy igazából teljesen okafogyottá vált számomra piacra menni, hiszen rengeteg cuccot küldtök nekem. Rendben, vágjunk is bele, bemutatom egyesével, és higgyétek el, hogy eszméletlen jó dolgok érkeztek. Vágjunk bele! A videó elején gyorsan bemutatnám, hogy a Zsarnairól mit hoztam haza azzal a kemény két alkalommal, amikor kint voltam. Ezt a gyönyörű Galaxy 7900 GS-t 1500 forintért hoztam el, 10 évvel ezelőtt volt ilyenem, egyszerűen imádtam, ez egy nagyon-nagyon jó retro kártya, sajnos nem működik, úgyhogy 1500 forintot sikerült kidobnom az ablakon. Nincs ezzel a világon semmi baj, tanuló pénzként szoktam felfogni ezeket. A kártyát nem fogom kidobni, megy a javítandó cuccok közé, hát ha egyszer vissza tudom varázsolni az életbe. Továbbá egy pár eredeti játékra is sikerült szert tennem. Gyönyörű szép dobozos Call of Duty 2, csak lemez, leírás, nincs semmi, attól az nagyon rossz minőségű, iszonyatosan hajlik, az asszony tésztából komolyabb dolgokat csinál egyébként, na mindegy. Ő egyszer. Sikerült még egy eredeti Need for Speed Carbonra is szert tennem, nagyon örülök ennek is, magyar nyelvű a doboz. Fasza. Ah. Imádom. A játékot is csípem, viszont a videók, amik benne vannak, azok harmat gyengék. Ő van egyszer. Nem is nagyon láttam egy Counter-Strike Source-t eredeti dobozosba. Muszáj volt hazahoznom, csak azért, hogy ez is büszkén feszítsen a polcon. Ő volt harmadszor. Hazajött még velem a Half-Life Univerzum első része. Egyszerűen imádom. Ha 20-szor nem játszottam ki, akkor egyszer sem. Imádom ezt a lambda jelet, annyira eltalálták ezt a szimbólumot, annyira beleillik a Half-Life univerzumba. Gratulálok annak, aki ezzel az ötlettel feljött, szerintem ettől jobb nem is lehetne. Előző videóimban már láthattátok egyébként ezt a Commodore 64-et. Ez szegényke elég ütött-kopott állapotban van, ezt 1000 forintért sikerült elhoznom, van benne egy ilyen data cartridge is, dataset cartridge akarom mondani. Szegénykének hiányzik egy M betűcskéje, és belül ugye nincs is megtisztítva, lehúztam a billentyűzetet, az RF shield, ez egy RF shielding egyébként, kicsit poros, belül pedig látható, hogy ez a nagyon költségcsökkentett variáns, alig van egy pár chip. Viszont már csak azért elhoztam, ugye kipróbálni nem tudom, se tápegységem, se monitorom nincs hozzá, viszont esetleg donornak még egyszer jól jöhet. Hogy miért? Már is mutatom. Ugyanis ezt viszont nem hiszem, hogy mutattam nektek, ezt 2500 forintért vettem, én ezt csak úgy hívom, hogy Chocolate Brown Keyboard, Istenem! Annyira jó érzés használni, hogy hihetetlen. Ugye őt se tudtam még kipróbálni, hogy működik-e, kinyitom nektek, ugye ebben nincs meg az RF shielding, viszont látható, hogy sokkal több chip van benne. Már csak a SID chip és a Motorola CPU-k miatt is elhozom őket. Látható, hogy itt sokkal több a RAM, a RAM chip is egyébként. Ez az első generáció, itt nem spórolt semmin a Commodore. És bár teljesen egyenlő a felépítése az előzővel, tudtom szerint legalábbis, hogyha van köztünk szakértő, azt kérem írja le a kommentekbe, hogyha tévedek, és azt is, hogy miért, mert jelenleg erősen tanulom a Commodore 64 univerzumot. Remélem egyszer még egy működő gépet tudok összehozni belőle. Nagyon szimpatikus számomra ez a szerkezet. A házi hobbi számítógépek kora valahol itt élte az aranykorát, mondhatni. Plusz, aki a Vice City-t szereti, ki ne szeretni a Vice City-t, az egyik legjobb GTA, az tudja, hogy az elején a load képernyőnél, amikor mennek a videók, ott egy Commodore 64-en gépelik be, hogy load Vice City. Press load on tape. Imádom, annyira retro. Remélem egyszer elegendő lesz a tudásom, hogy be tudjam üzemelni. Jöjjön a ti küldtétek rész. Ugye már erről egy kis spoiler volt. Pilos küldte a csatorna számára ezt a fantasztikus Asrock 4Core Dual VST alaplapot.
Hálásan köszönöm, Pilos, ezzel megoldódott az elég erős AGP-s foglalat kérdése, amikor komolyabb kártyák tesztelését szeretném majd megejteni, plusz ugye PCI Express-t is nyugodtan bele lehet tenni. Kipróbáltam már nem egy kártyával. Azok az AGP-s kártyák, amik HSI fordító csipet használnak, ez tipikusan Nvidia kártyákon van, ott van, amelyikre haragszik és nem működik. Viszont a többség megy benne, szóval nem mondanám, hogy annyira válogatós, viszont a RAM-ot hát egy kicsit erőltetni kellett rá, egyesével raktam bele először 1 gigát, aztán még egyet, összesen 2 giga van benne, ezeket már én arra gyűjteményemből raktam bele, 800 MHz-es Gaia tuning memóriák, úgy gondoltam, hogy szép színes lesz benne. Nem, nincsenek kihasználva egyébként, mert a lap csak 667 MHz-es DDR2-t tud, de tök mindegy, az időzítések meg vannak feszítve CAS vagy CL4-re, és ezzel semmi baj nem lesz, úgyhogy a memória alrendszer az elég hamar kimaxolása sikerült. Ne felejtsük el, hogy ez kombó alaplap. AGP, PCI Express, DDR2 mellett DDR1 fogalat van. 2 GB RAM szerintem tökéletesen elég lesz. Jelenleg a Pilos által küldött 2180-as Intel Core 2 processzor van benne. Sajnos a 3 GHz-es példányaimat nem tudom beletenni, mert 1333 MHz-es FSB kéne neki, és azt viszont sajnos nem támogatja, csak az 1066-ot. Na mindegy, így is több, mint elég az AGP-s kártyák többségéhez. Imádom. XP-vel használom jelenleg, és rengeteg örömet okozott. A Far Cry első részét már félig kitoltam rajta tesztgyanánt. Köszönöm, Pilos! Az elkövetkező videókban ez az alaplap még biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor elő fog kerülni. Ezt a GTX 260-at János ajánlotta fel a csatorna számára. Köszönöm szépen, nem fogok most erről bővebben beszélni, ugyanis a következő videóban, ami nagyon valószínű, hogy holnap fog kijönni, lesz erről a kártyáról szó bővebben. Viszont már most mondom, hogy az epizód címe elég sokat sejtető lesz. Veszélyes játékok. Alig várom én is. Holnap beszélünk róla bővebben. Amit a következőkben látni fogtok, azt mind Krisztina küldte a csatorna számára, és wow! Most Krisztinának szeretném még egyszer hatványozottan nagyon szépen megköszönni a felajánlásokat, hiszen nem kevés értéket küldött számomra, talán az eddigi legdrágább csomag, ami eljutott hozzám. Köszönöm szépen, Krisztina, vágjunk is bele, nézzük, hogy mit jutottak el a csatornához. HD 2600 XT-s dobozka, ne tévesszem meg, senkit nem az lesz benne. Kinyitom. Nézzünk bele a dobozba. DVI VGA átalakító, sose rossz, ha van, fogyóeszköz, sokszor adok a spanoknak kölcsön, aztán egy se jön vissza. Ez nem célzás volt, hogyha megnézitek, de akkor ne vigyetek el még egyet, ha van nálatok. Na, ez egy S-videó, ez a Y, BPR, tök mindegy ilyen átalakító, nem hiszem, hogy lesz használva az életben. Egy újabb ilyen átalakítócska. Gondolom, ez az eredeti HD 2600 XT-hez járt eredeti szoftverek. Direkt takarom ki a kulcsot, csak azért, hogy a YouTube ne menjen bele ilyen copyright is súbba. Rendben, ennyi volt a doboz tartalma, lássuk, hogy milyen kártya volt benne. Mondtam ugye, hogy nem 2600 XT. Ó, miért fejjel lefelé akarom kivenni? Egy Sapphire Radeon X800... GTO. Oh. Ha jól emlékszem, ezt ilyen butterfly hűtésnek hívták egyébként. Csinos, tényleg egy nagyon egyedi küllemet kölcsönöz a kártyának. Egyébként tökéletesen működik, Far Cry 1-jel már megjárattam. Semmi problémát nem okoz neki egyébként az elfutatása magas felbontásban és magas részletesség mellett. Vannak rajta ilyen RAM hűtősünicskék is. Ezt már én ragasztottam vissza, ez a kicsit laza volt, úgy gondoltam, hogy megigazítom. Nagyszerű retro kártya, biztos, hogy neki is lesz előbb-utóbb szerepe a csatornán. Így van, jól látjátok, hogy mi van a képen. Srácok, akkora a doboz, hogy alig fér bele a kamera lencséjének, alig fér bele a képbe. Láttatok már ilyet? Eredeti 88 GTX doboz. Azt a mindenit, ráadásul tök jó állapotban van. Eredeti Ghost Recon Advanced Warfighter játékkal, amihez egyébként soha nem volt szerencsém, még szerintem videón se láttam. Öcsém, hát ez hatalmas. Csak hogy érezzétek, mekkora a mérete, ráteszek egy normális alaplapos dobozt. Látható, hogy
Úristen, be se fér a képbe. Ez plusz vagy 3 cm, hosszúságban meg vagy 10. De még az is lehet, hogy több vastagságban. Hát azért az alaplapos magasabb, vastagabb 1 centivel. Úristen, gyerekek, hatalmas ez a doboz. És ez csak mindenféle földi jóval van tele. Még fogantyúja is van egyébként. Lehet vinni, mint egy koffert. Persze, hogy a másik irányból nyílik. Srácok, hát ez hatalmas. Lássuk, mit rejt a doboz. Bolexről 6 pinre átalakítót, nem orosz, ha van, szerintem már egy tucattal biztos rendelkezem. Egy újabb ilyen S-videóról mindenféle átalakító. Asus grafikus kártyamanuál. Valaki megnézte ezeket egyébként egyszer az életben? Ez inkább az értéktelen kategória, ennek semmi értelme. Az én szempontomból legalábbis. Lehet, hogy ebbe volt egyébként a 6 pines átalakító. Na, itt láttok egy eredeti CD kulcsot ehhez a 3D Mark 06-hoz. Srácok, fölösleges innen leírnotok, ugyanis ez a termék már a hagyaték státuszban van, és a Medonion, akarom mondani Future Mark weboldaláról, ezek a régebbi benchmarkok full ingyen letölthetők, teljes verzióban ott van a kulcs, minden. Ajánlom annak, aki retro gépeket vagy rendszereket tesztel, menjen el, töltse le 3D Mark 01-től, mit tudom én, 06-ig, azt tudom, hogy tuti ingyen van, de lehet, hogy a Vantage is egyébként, azt annyira nem kedvelem. Hajrá, srácok! Remélem, hogy tudtam segíteni ezzel egy picikét. Két eredeti játék jár hozzá, ez a GTI Racing meg a Ghost Recon. Tuti ki fogom próbálni mind a kettőt már csak kíváncsiságból is. Ezeken is rajta van az eredeti CD kulcs, de azt nem szeretném mutatni már az említett copyright dolgok miatt. Speed Setup, Graphics Card. Hát ez nekem inkább ilyen. Hagyjuk. Végül a driver, sose rossz, ha van egyébként. Továbbá. Még egy végül a driver. Nem hiszem, hogy mind a kettő együtt járt volna a kártyához, lehet, hogy az egyik egy plusz. Viszont ezek nagyon jól tudnak jönni, néha kihúzzák az embert a slamasztikából. Gail Ramos papír belekerült valahogy. És itt van a főszereplőnk. Istenem, de gyönyörű! Azt a mindenit! Ja, van rajta egy pár új lenyomot, már összefogdostam egyébként. Fantasztikus. Nagyon jó állapotnak örvend a kártya, nem hiányzik róla semmi egyébként. De sajnos ő is csíkozza a képernyőt. Miután a kártyát visszaraktam méltó helyére, a kedvenc szekrényem tetejére, visszateszem az apróságokat a dobozba, amit szintén visszazárok, és a doboz is szépen megy majd a szekrény tetejére. Krisztina küldte továbbá ezt a gyönyörű Inno 3D 8800 GTS 640 megás példányt. Ugye nemrég volt a 320-asnak is a bemutatója. Úristen, onnan még tartozok is egy GTA 5 gyors videóval, mert azóta már jött DDR3. Ezt is igyekszem bepótolni, srácok, azt nagyon könnyű lesz összehozni, az tényleg egy fél órás mutatvány. A ti küldtétek videó után és a GTX 260 videó elé valahogy be fogjuk vágni, jó? Ennek egyébként masszív a doboza, mint az Asusnak. Igen, jóra sikerült a dizájn, nekem szimpatikus. De lássuk, hogy mi van benne, hiszen tudjuk, a külcsín az nem mindig takarja, hogy mi van belül. Megkapjuk továbbá itt is ezt a szokásos videó átalakító bigyulát. Sose foglalkoztam ilyen jel átalakítással, meg nem is nagyon érdekelt. Van HDMI, és az, nem azt mondom, hogy megváltja a világot, de tényleg könnyű használni, és ez a régi időkre van, hogyha valaki tévét akar hozzákötni a számítógépéhez, amit nem igazán értettem sose, hiszen a régi tévék felbontása nem valami jó. Ez is jár továbbá egy végé a DVI átalakító. És a főszereplőnk, ő nagysága, fantasztikusan jó állapotban.
amit tényleg majdnem pormentes, gyönyörű Overclock Edition. De most ugye ez gyárilag 513 MHz-es, ha jól láttam a dobozon, ugye 570 MHz-re van betuningolva. Gondoljatok már bele, azért ez milyen mértékű tuning? Ez egyébként nagyon jó, hiszen a mai kártyák, tudom én, mondok valamit, 1550 MHz-en jár a kártya, és akkor gaming vagy OC módba bekapcsolod, és akkor megy 1583 MHz-et. Hát mi az, pár százalékos tuning, itt meg azért van egy bő 10%. Szóval a régi kártyáknál, hogyha OC-ra került a szó, akkor sokkal jobbak voltak. Mai kártyákat annyira nem húzzák gyárilag. Persze ez nem mindegyikre igaz, de ez az OC meg gaming mód inkább csak ilyen marketing fogás. Ettől féltem egyébként, hogy nem lesz jó. Hát ezzel a résszel nincs gond, viszont ezt a kártyát is természetesen kipróbáltam gépben frissen. Sajnos ő is csíkoz. Mivel ő belőle már van a vitrínben, ezért ő a dobozban várja sorsa a jobbra fordulását. Még van itt valami. Installation kit. What the fuck? Szépen elmagyarázzák, igen, konyha nyelven, hogy kell behelyezni a grafikus kártyát. Továbbá ugye ez lesz a GeForce Driver CD. Lehet, hogy még ez is jól jön valamikor, viszont már az előzőekben vettem ki a dobozból. Nem, a GTX-nél dobozban hagytam. Ezt is a dobozban fogom hagyni, mert van vagy 3-4 ilyen CD-n már így talomba. Még mindig Krisztina küldte a csatorna számára ezt a 2x2 GB, igaz nem egyforma, de a kapacitásuk és sebességük az, 2 GB-os 800 MHz-es DDR2 memóriák. Ez mindig jó, ha van kéznél, nagyon sok retrógép DDR2 teszik, úgyhogy újabb 4 GB-tal bővült a készlet. Továbbá kaptunk még tőle 2x2 GB 1600 MHz-es DDR3-at is. Ezek tökéletesen működnek, nem tesztelve lettek tesztelve, viszont a 2 GB-os DDR3-ak közül pont amit a kezemben fogok, az sajnos nem jó. A memteszt képernyő az egész átmegy egy, hát mondjuk úgy, hogy red alertre várt. Megpróbálok egy videófelvételt bevágni, hogy legértsétek, miről van szó. A másik az tökéletesen működik, de amit ez produkál, ez a rossz modul, hát az majdnem ilyen humoros kategória. Oh my god, típusú memória. Soha nem találkoztam még ilyen, viszont elég egyedi élmény volt ezt is látni. Jött még egy gyengébb videókártya is egyébként, ez egy képet ad kategóriájú kártya. Ezt már ki is próbáltam egyébként, tökéletesen működik, de hát nincs is rajta semmi, ami elromolhatna. 64 bites kis fusigépből való förmedvény. Nem baj, teszteléshez kiváló, mert ugye semmit nem fogyaszt, mondhatni mindennel kompatibilis, mondjuk nem mintha ez bármikor probléma lenne. Képet ad, tesztelni jó vele. Olé! Ezt a 400 wattos Corsair tápot is kaptuk tőle, ez tökéletesen teszi a dolgát. Már kipróbáltam, vitt egy kellemesen közepes fogyasztású rendszert, hibátlanul működik. Hálásan köszönöm szépen, hiányom van ezekből a tápegységekből, és ráadásul ez a legjobb fajta, srácok, elmondom, hogy miért. Mert a 20 pines tápcsatlakozó, akarom mondani a 24-es, átalakítható 20-ra. Így rámegy régi P2-3-4 deszkákra is, valamint ugye az újabbakat is. Ezt mellé csavarod, teszed, bum, bedugod, és ugye mennek a korszerű gépek is vele. Ez egy nagyon jó multifunkciós megoldás. Annyi az egész, hogy ezen a tápon ugye egy darab dedikált 6 pines van videókártyának, de senkit nem érdekel, mert simán lehet átalakítani gond nélkül. A CPU-hoz is már 8 pines megy, ez egy korszerű felépítésű táp, amivel még a régebbi szekerek is simán meghajthatók. Köszönöm szépen, nagyon hasznos! Kaptam egy igen jóféle alaplapot is egyébként. Itt a neve, M4A79XTD Evo. Ez egy nagyon csinos Asus köntösben tetszelgő AMD alaplap. Működik, elsőre indult, ráadásul a proci sem mindegy, hogy milyen van benne. Mondom, mennyi lehet vajon? 2 magos? 4 magos? A fenéket! 6 magos fenommal megdobták a csatornát. Hálás köszönetem, hiszen ez az alaplap és ez a processzor még simán megér akár 25.000 forintot is. Szóval ez tényleg egy igen nagy lelkű felajánlás volt. És én ezt úgy fogom kamatoztatni egyébként, hogy ez páromnak a számítógépe lesz összerakva. Már meg is rendeltem bele a memóriát, nemrég jött meg, 10.000 forintért vásároltam bele 8 GB mezei 1600 MHz-es DDR3-at.
Továbbá, nem kis nosztalgia húrokat pengett meg a dolog, ugyanis az utolsó AMD-s gépem nem a 1055-ös 6 magos Phenom volt, hanem 1090, a 3,2 GHz az alapóra jele. És bár meg voltam vele elégedve, de nem hozta azt a teljesítményt, amit elvártam tőle, és a fogyasztása is magas volt. Lényeg a lényeg, szerintem ő lesz a csatornán az ilyen 50-60 ezer forintból összerakott számítógép. Ez nagyon érdekes epizód lesz, mint oly sok másik, úgyhogy lehet, hogy még felajánlás se kell. Lehet, hogy el se hozok olyan gépeket a jövőben, mert addigra összelegózok már egy olyat. Úgyhogy erre a platformra én mindenképpen fogok költeni pénzt. Még szüksége van egy merevlemezre, egy számítógépházra, volt itthon egy SSD-m, azt használom most vele. Meglátjuk, hogy mennyiből fog kijönni, ugye megpróbálom minél olcsóban kihozni a dolgokat, majd az egy külön epizód lesz újfent. Lássuk, mi van a dobozban. Ó, kaptam még ilyen CMI valami hangkártyát is. Á, igen, ebben voltak a DDR3-ak. SATA kábelt, egy Molexről SATA átalakítót. Azt hinné az ember, hogy ez hülyeség. Egy csomó iszonyat jó minőségű tápegység van, amin csak Molex van, SATA meg nincs. Na, olyankor jól jön. Eredeti hátlapja is megvan neki. Ez egy ide került dokumentáció, nem hiszem, hogy ide tartozik. Driver lemeze, kiváló, bár nem lesz, hogy szükség lesz rá. Quick Start Guide, ezeket is elolvassa valaki őszintén. Valamint a User Guide, na ezeket viszont mindig elolvasom, mert sok hasznos van benne, és mindegyikből lehet tanulni valamit, kiváló. És még a csomagolás van benne, csomagolóanyag. Óriát, amint mondtam, megrendeltem, és meg is érkezett bele, szóval erre már ráköltöttem 10.000 forintot. A továbbiakban pedig majd küldöm az update-eket, hogy hol tartok. Nézzétek meg ezt a számánhűtést, ez az enyém. Nézzétek meg ezt a számánhűtést. Ez a hűtés volt azon az alaplapon, amit mindjárt megmutatok, csak először szerettem volna ezeket az arányokat így képbe hozni. Eszméletlen brutális. Srácok, olyan alaplapot kaptam megint. Hú, na jóval, inkább mutatom. Ez pedig már Gábor ajánlotta fel a csatorna számára Miskolcról, ezt személyesen vettem át. Köszönöm szépen, Gábor, egy nagyon rendes tagot ismertem meg benned, remélem még találkozunk. Ez az alaplap pedig egy Gigabyte GA K8 NF9-es példány. És ugye rajta volt ez a hatalmas számára részítő, te jóig mondom, mi van alatta. Ugye ilyen Socket 939 platformot keresek, ez Socket 939, a Socket 940 lett később az AM2. Ilyen 939-et keresnék, de ugye AGP foglalattal. Semmi baj, ezen PCI Express van. Mondom, viszont milyen proci lehet alatta? Mert láttam, hogy nagyon komoly a hűtés. Ki van fullozva a memória? Párba válogatott Kingmaxok, 2 GB összesen. Na most ez a platform már olyan, hogy ebbe egy magos és két magos procik is mennek. Ezt figyeljétek! Athlon 64X2 van benne, basszus, sose volt még első generációs AMD 7 magosom. Alig várom, hogy itt is nekiessek a teszteknek. Plusz rengeteg egymagos procim is van bele, úgyhogy fantasztikus tesztek lesznek. Annyira jó lesz kipróbálni a 2007-8 körüli korszakot, bár maga az alaplap az azt hiszem 2006-ban jelent meg. Fú, nagyon király lesz, srácok. Hűtés adott. Rommá lehet húzni majd a 3500 pluszos egymagos Athlon 64-eket. Fú, ez volt az első platformom, ami kristály tisztán 60 FPS-sel vitte az Underground 2-t. Az tényleg egy game changer volt az életembe. Imádom a játékot is, meg ezt a platformot is, biztos lehetsz benne, hogy ki fogjuk próbálni. Annyi szépség hibája van az alaplapnak, hogy sajnos... Hoppá. Sajnos kicsit sok rajta a puklis kondenzátor. Semmi baj. Nem sokára rendelem a javítókészletet, aztán megtanulok most már javítani magamnak, mert úgy érzem, hogy ideje belekezdenem. Kiváló alaplap, rengeteg érdekes bemutató lesz ezzel kapcsolatban is, imádom az egymagos Athlon 64-eket is. Az első generációs X2-höz pedig még nem volt szerencsém, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra is. Egyébként alap elsőre beindult és működött, de inkább csak akkor szeretném huzamosabban használni, hogyha a kondenzátorok ki lesznek javítva rajta. Köszönöm szépen még egyszer, Gábor! Ezt a páromnak szeretném megköszönni, hogy gondolt rám. Chinából rendeltük olcsó pénzért, csavartartó, ilyen egyéni kis
blokkocskákkal, úgyhogy szét lehet szedni nyugodtan a videókártyákat, és elszeparáltan tartani a csavarjait. Így biztos nem fog elveszni semmi. Ez egy nagyon hasznos kis dolog. Köszönöm szépen! Amit itt látok, kérlek szépen, az 5 flakon Berner féktisztító plusz egy ragasztó anyag eltávolító. Ugye az egyik videómban kiemeltem, hogy mennyi pénzt, egy kisebb vagyont költök ilyenekre, és egy nagyon nagy lelkű felajánló, név szerint Bence, azt mondta, hogy ő szívesen támogatná a csatornát ilyenekkel. Hálásan köszönöm, le vagyok döbbenve ezen is, mert úgy gondoltam, hogy legfeljebb érkezik 2, maximum 3 flakon, ez olyan tök reális. Erre kaptam 5-öt, plusz még egy kis bónuszt. Ez nagyon jól fog jönni majd, amikor matricákat kell bulkolatról vagy nyákról eltávolítani. Bence, hálásan köszönöm szépen nagy lelkűségedet. Nagyon valószínű, hogy az évre elég lesz, hiszen a bemutatott alaplapokat is még meg kell, hogy tisztítsam majd, és ott ezeknek biztos vagyok benne, hogy főszerep fog jutni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai videót, ezzel elérkeztünk a végéhez. Nem sokára találkozunk, jön egy GTS videóm, ahol a GT5-öt fogjuk futatni a 320 megás GTS-en, ezzel tartozom. Továbbá holnap jön a GTX 260 veszélyes játékok című bemutató. Kellemes pihenést mindenkinek így szombatra, nem sokára találkozunk újfent. Sziasztok!